Tegnap már napsütéses, viszont még változékony volt az idő, ma azonban nem vár ránk más, csak is a nyugalom. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. A csodaszép időben pedig bátran lehet nézői fotókat is készíteni és elküldeni nekünk. Itt tett Magas Anita is, aki kezd helyen készítette ezt a képet. Nagyon szépen köszönjük neki. Ebből azért már látszik, hogy egészen alacsony a hőmérséklet, hideg van, és a folytatásban még egy picit hűl is a levegő. Ennek ellenére azonban várjuk a képeiket a meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. És hiába a hideg, tényleg felhőtlen lesz az időjárásunk, hiszen a tőlünk északra található anticiklon alakítja az időnket. Ez a magas nyomás felhőoszlató hatással bír. Igaz, hogy emiatt volt tegnap is erős az északi-északkeleti szél, hiszen ennek a magas nyomásnak köszönhetően a légmozgás könnyedén teret nyert magának, viszont a tegnapi késő esti órákban már mérséklődött a légmozgás, és ma még élénk széllökésekre sem nagyon kell számítani. A déli tájakon is fokozatosan csökken, szakadozik a felhőzet. Majd a nap második felében észak felől érkeznek hozzánk felhők, de nem lesz zárt, nem lesz összefüggő a felhőtakaró, úgyhogy nagyon nem is befolyásolják ezek a felhők a mai csodaszép időnket. A hőmérséklet viszont így is alacsony lesz, hiszen 0 fok közelében maradnak a csúcsértékek is. A Kárpát-medence legnagyobb részén -4 és +2 fok közé melegszik a levegő, de a keleti tájakon, főként Erdélyben néhol csak -6, -7 fok lesz a legmelegebb percekben. És mivel marad a nagyon felhőtlen idő, ezért csütörtök virradóra akár -20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, leginkább a hófötte tájakon lesz fogcsikorgató a hideg, és ezért csütörtökön napközben is a maximumok csupán -5 és +6 fok között alakulnak, de csütörtökön is napsütés vár ránk, sőt a csütörtököt követő napokon is a hét hátralevő részében már nem kell változékony időre számítanunk. A hét végén majd a szél iránya változik. Addig sem lesz erős az északi-észak-keleti szél, de kitart. A hétvégén azonban a déli, délnyugati szél lesz az, ami megélénkül, és ez már a kissé melegebb léghullámokat szállítja hozzánk, de csütörtöktől már enyhül az idő, csak a hétvégétől határozottabban. Úgyhogy a jövő hét első napjain már kemény fagyokra nem is kell számítani, még a fagyzugos helyeken is csak -6, -7 fok lesz a leghidegebb percekben, napközben pedig zömmel már 0 fok felett alakulnak a csúcsértékek. Hétfőn azonban már egy kevés csapadék is vár ránk. Ilyen értékek mellett vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani, nem csupán eső, hanem havas eső és hó is tarkítja az időjárásunkat, úgyhogy a télkedvelők örülhetnek. Gondolták volna az igaz gyöngyről, hogy egy egyszerű porszemcséből keletkezik? Ráadásul egy ilyen homokszem alakja szabálytalan, a gyöngyök viszont tökéletesre kerekednek. De vajon hogyan? Amikor egy osztrigába vagy kagylóba bekerül egy idegen anyag, az irritálni kezdi. A puha testű ekkor védekezésként folyadékot kezd termelni, amely fehérje és ásványi anyag keveréke, és bevonja vele a homokszemet, így azon sok ezernyi kemény és fényes réteg képződik, amelyek úgy rakódnak egymásra, hogy közben kiegyenlítik az esetleges egyenetlenségeket. A gyöngyben kialakult rétegek hasonlóak a fák évgyűrűihez, a gyöngy kialakulásának korát is elárulják. Ezzel az érdekességgel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!